A holland élvonalbeli labdarúgó klubnál a Bredánál eltöltött, csaknem egy évtized után pályafutása lezártával úgy gondolta a szekszárdi származású, a PMFC-ben annak idején feltűnt játékos, aki idehaza az MTK-t és az Újpestet is megjárta, és természetesen a magyar válogatottnak is oszlopos tagja volt, hogy belekóstol először az edzőségbe, kitanulja azt. Ám ma már másfelé, a sportvezetői szakma felé orientálódott. Ez egy nagyon fontos lépcsőfok volt az elején, hogy én edzősködtem is, ugye akadémián is dolgoztam is különböző egyesületeknél, és rájöttem, hogy nem biztos, hogy ez nekem való feladat szerepkör. Ebben viszont, hogy sportigazgatóként kicsit így a háttérből irányítva, támogatva akár az edzőket, akár a játékosokat, gondolom, hogy én jobban megtalálom saját magam. Több száz mérkőzés egészen pontosan 444 élvonalbeli találkozót jegyez, 44-szer lépett fel a magyar válogatottban. Ma sincs meg játék nélkül a 46 éves Fehér Csaba, aki a legendás dárdai tímnek oszlopos tagja, akár eredeti posztján jobb hátvédként, akár középpályásként is, mert hogy ott is szerepelt. Gerjenben rendezett jótékonysági mérkőzésen is a csapat alapemberének számíthatott rá, barátja, kortársa, Dárdai Pál csapatkapitány. Fehér Csaba mostantól már sportvezetőként nem kötődik egyetlen vagy több klubhoz sem. Júliustól ugyanis a Magyar Labdarúgó Szövetség alkalmazásában áll. Én július 1-től csatlakoztam a Magyar Labdarúgó Szövetséghez, és a korosztályos válogatottaknak a munkájáért, szakmai munkájáért felelek. Őket segítem az előbb említett formában, háttértámogatás, ebben próbálok most kiteljesen. Fehér Csabával gyakorta találkozhatunk az egyik sportcsatorna képernyőjén, mint a foci, elsősorban a nemzetközi foci szakkommentátora. Két topligáról mondja el a véleményét, de mint mondja, első számú kedvence ma már a magyar foci. A magyar utánpótlás a kedvencem, és utána úgy gondolom, hogy az angol foci az, amelyik közel áll. Szerencsére ez a csatorna, amelynél dolgozik, a Premier Liga meccseiből is válogathat.